A Telki edzőközpont, amiről elsőre mindenkinek a labdarúgó válogatott főhadiszállása ugorhat be, most azonban egy másik csapatsportág legjobb magyar képviselői készülnek itt, méghozzá az a kézilabda válogatott, amelyik alig több mint egy hét múlva kezdi meg szereplését a magyar-szlovák közös rendezésű Európa-bajnokságon. A csapat három tagja, Lékai Máté, Bodó Rihárd és Mikler Roland mesélt az NSO TV-nek arról, hogyan érzik magukat Telkiben. Fantasztikus minden adott ahhoz, hogy egy jó eredményt elérjen egy csapat, akár a labdarúgókra gondolva, vagy akár ránk, itt nagyon örülünk, hogy itt lehetünk. Tényleg minden feltétel adott ahhoz, hogy nyugodtan tudjunk dolgozni. Minden tetszik, nagyon-nagyon szuper. Akkora élmény volt itt elkezdeni dolgozni, hogy remélhetőleg a jövőben is ide fogunk jönni. Ez nekünk itt minden a legjobb körülményeket adja ahhoz, hogy fel tudjunk készülni, akár egy ilyen világversenyre is. Itt van az ágyunk, itt van az ebédlő, itt van a konditerem, itt van a csarnok, nem kell utaznunk, nem kell jobbra, balra mennünk, csak itt tényleg egy helyen tudunk koncentrálni, tudunk pihenni, és hozzátenném, hogy edzések között vagy utána ugye lehet egyet biliárdozni, tudunk egy kicsit pingpongozni még edzések előtt, vagy techbolt például azt azzal melegítünk be egy edzések, úgyhogy egy kicsi plusz és kicsi jó kedv van az edzések előtt vagy utána, úgyhogy ez fontos. Körbe is jártuk az edzőközpont legfontosabb helyeit, idegenvezetőnk pedig nem más volt, mint Mikler Roland. Akkor kezdjük itt. Csendrend fegyelem, természetesen. Itt egy úroszoba, a kezelőszoba, itt vannak a gépek, ahol rendbe raknak minket, a Mezei Csabiék. Úgyhogy sok időt töltünk itt, de szerencsére senkinek sincs komoly baja egyelőre. Ha nagyon itt este kedvünk van a vacsora után, akkor itt az össze szoktunk ülni, beszélgetni. Van, akik kártyáznak, van, akik pókereznek, de a biliárdasztalt is előszeretettel szokták használni. Úgyhogy nyugi, a bár este már bezár, nem kell aggódni. Ezen a folyosón vannak a szobáink. Most a szobákban nem vinnélek be titeket, mert esetleg van, aki nincs ruha, de igen, ezen a folyosón vagyunk, és itt töltjük a pihenő időnket. Szóval egy nagyon fontos állomásához érkeztünk a hotelnek. Itt szoktunk jól bekajálni edzések után, úgyhogy hát ez egy olyan hely, ahol nagyon-nagyon finom ételeket raknak elénk, és mi pedig hát meghaláljuk is, megesszük mindet. Megmutatom nektek a kapusok szentélyét, jó? Úgy hívják, hogy ketrec. Álljatok be a ketrecbe, mindig azt mondják, ketrec. Hát itt a 3x2-es ketrecünk. Itt éljük a fél életünket, legjobb barátunk, az a kapufát úgy hívjuk, hogy a legjobb barátunk, csak segíteni tud. Ha befelé megy, az nem az ő hibája. Ha kifelé, akkor meg megcsókogatjuk, meg simogatjuk. A srácok a pingpongasztalt most nagyon rácuppantak, úgyhogy nagyon sokan játszanak pingpongot. Egymás idegeire mennek edzések előtt, meg már edzések után is, úgyhogy nagyon rákattantak a fiúk. A másik dolog, ami még nagyon menő, itt az edzőtáborban, amire szintén most kattantak rá, az a techball asztal, és ezen megy a, hát saját szabályok szerint, az azért elmondom, négy ellen, öten, öt ellen, már nem is tudom, hogy játszanak, én nem játszok, de ezt nagyon szeretik, úgyhogy ez is egy nagy kedvenc. Ez a sportcsarnok nekünk 100%-osan tökéletes, nincs lelátó, nincs zavaró körülmény, nincsenek nagy terek, csak a 20-40-es pálya, és ez itt nekünk tökéletesen megfelel. És legfőképpen a délelőtti edzések azok, amik kondicionáló edzések szoktak lenni, vagy van egy intervallfutás a pályán, és onnan bejön a csapat spinning biciklin levezetni, vagy olyan edzések is vannak, amikor esetleg előző pár napban nehéz megterhelő edzések voltak, akkor,
akkor egy délelőtti edzés elkezdődik egy ilyen spinbike-kal, lábmunkával és különböző regeneráló kondi gyakorlatokkal, meg vannak az intenzív kondi edzések is, de abból szerintem most már egyre kevesebb lesz a nagy súlyos edzésekből. Szerintem egy teljesen tökéletes edzőterem, ahol minden adott a tökéletes munkához. Én megmondom a Frankot, hogy a legkevesebb időt töltöm itt. Tehát amikor a csapatnak délelőtt kondi edzése van, akkor mi általában, sőt 95%-ban a pályán dolgozunk a kapus edzőnkkel, vagy ott dolgozunk, vagy ott csináljuk a, mondjuk úgy, hogy kondicionáló edzéseket, vagy teljesen posztspecifikusan a kapus edzésekre megyünk rá. A válogatottra a hollandok ellen a nyitó meccsig még két felkészülési mérkőzés vár a héten, Fehér-Oroszország és Bahrein ellen. Kíváncsi vagyok erre a két edzőmeccsre, hogy tényleg milyen állapotban vagyunk, az biztos, hogy fáradtak vagyunk. Taktikailag meg hát nagyon sok mindent át kell ismételni, nagyon sok mindent át kell beszélnünk, külön ugye már a hollandokra, külön ugye majd a két edzőmeccsre is, úgyhogy van mit még gyakorolni, de szerintem az 50-60-70%-et a csapat már tudja, már csak ismételnünk kell, egy-két újítás lesz, de nyilván az edzők próbálnak minden percet kihasználni, úgyhogy én úgy gondolom, hogy most kellőképpen le vagyunk terhelve. Szerintem maximálisan már a hollandokra fogunk készülni, amit ők játszanak, azok ellen próbálunk majd felkészülni, gyakorolni a Fehér-Oroszok ellen, ami mondjuk ellenük. Lehet, hogy a Fehér-Oroszok ellen nem működik, mert nem azok védekeznek, vagy nem azt csinálják, de az mindenképp a hollandok elleni felkészülés jegyében fog tenni ez a két mérkőzés, mert a legfontosabb az Európa-bajnokság, és tényleg nagyon közel lesz ez a két mérkőzés már a kezdéshez. Beszélgettünk a többiekkel, hogy első három meccsre koncentráljunk, elsőnek legfontosabb ugye a holland meccs, menjünk meccsről meccsre, és menjünk, meneteljünk, ameddig csak tudunk. Ha 20 ezer ember lesz a csarnokban, akkor nagyon-nagyon boldogok leszünk, és próbáljuk kiszolgálni őket, hogy nagyon boldogok legyenek, és én bízom benne is, hogy lesznek, és bízom benne is, hogy boldoggá teszik őket.